Heves 3-as választókerületében a szocialista partnerek egyik feltétele az volt, hogy a támogatás fejében ők helyet kérnek alakulni a testületben. Minden mérlegelve sok álmatlan éjszaka után úgy döntöttem, hogy bár választóimat nagy tiszteletben tartom, mégsem állhatok egy választási együttműködés útjába. A helyi önkormányzatban a tevékenységemet a következő választásokig felfüggesztem, települési önkormányzati képviselő helyemről a mai nappal lemondok. Utódomnak konstruktív és építő munkát kívánok, az óvatlan rombolás eltüntethet olyan alapokat is, amire már lehetett összeépítkezni. Bízom benne, hogy képviselőként már nem óhatja havonta feloszlatni a testületet. A baloldal miatt kell távoznia a baloldalinak. Korábbi értesülésünket alátámasztva a parlamenti jelöltség után újabb pozíciójáról kellett lemondani a Basa Zoltánnak a városi képviselői székéről. DK-s informátoraink szerint a párton belül őt tartják felelősnek azért választókerületi vezetőként, ami a 60 Online-hoz eljutatott egyik videóból kiderült, hogy engedély nélkül standoltak Lőrinciben. És mint bemutattuk, egy őszinte DKV-s aktivista azt is kikotyogta, hogy nem Basa Zoltán lesz a DK jelöltje. Hiába ült Gyurcsány Ferenccel a pártelnökkel egy színpadra, ez is kevés volt a dicsőséghez. Basa Zoltán fejét tehát a szocik követelték a megegyezésért cserébe, és azt is elárulta a sorok között, hogy ki miatt kell lelépni a színről. A közéletben jártas 60-iak már az illető megnevezése nélkül is tudják, hogy az MSZP mindenese Bíró József követheti őt a városi grémiumban, blogírói tevékenységét képviselőségre váltva. Bíró József legutóbb akkor okozott vidám pillanatokat a 60-i képviselők körében, amikor nem értette, hogy munkatársunk mit keres a testület ülésen. 60-i lakosként szeretnék kérni. 60-i lakosként, akkor miért kellnek a kamerák? Ön miért hozta be a kamerát? Miért kell a kamerát? Én újságíró vagyok. Ja? Magánemberként rögzíthetem ezt a esetet. Ez jó. Magánemberként? Igen. Így az ellenzék rövid időn belül már a második képviselőjét cseréli le, legutóbb a jobbikos Rákóczini Lós Csilla váltotta a hirtelen lemondott Tóth György Istvánt. Az ellenzékből már csak az a Palik Józsefné ül 2014 óta a székében, akit legutóbb hiába próbáltunk az utcán szóra bírni hulladékügyekben. Most megyei fejlesztési ügyekben szólalt meg, miután a Heves megyei közgyűlés elfogadott egy határozatot, amiben visszautasították a 60-i önkormányzat lapjában Sárközi Ferenc által megírt egyik cikk állításait a 60-i pályázatok sorsáról. Horváth Rihárd polgármester megjegyezte, hogy ezt a határozatot, amelynek a szövege szerint elég kacifántosra sikerült, az MSZP-s Érsek Zsolt kezdeményezte. Bár rendben voltak 60 pályázatai, esetenként a pályázat beadása után módosították szerinte a kiírást, és egyébként nagy koalíció alakult ki az ügyben az MSZP és a Fidesz között a közgyűlésben a kérdésben 60 ellen. Pedig a Jobbik is tartózkodott, tehát ők sem utasították el a határozatot. Szerinte közokiratok állnak a rendelkezésükre, amelyek ugyanarról a történésről eltérő információkat tartalmaznak, ezért egyeztettek hazai és nemzetközi jogászokkal is. Egyelőre még mindig csak ígérgetik a 60-i közlekedési reformot a város vezetői, egy rövidebb és egy hosszabb lámpaprogramot fognak majd tesztelni, és elhangzott, jó lenne egy újabb közúti átkelőt építeni a városban, de terveznek alternatív kihajtási helyeket és zebra áthelyezéseket is. Mivel a közútkezelő álláspontja szerint tavaszra lehetne átprogramozni a lámpákat, a város saját befektetésével igyekszik sietetni a folyamatot. Lessen Balázs alpolgármester módosító indítványával együtt véleményezve elfogadta a testület a tankerület fejlesztési elképzeléseit, kérve, hogy legközelebb részletesebb legyen a dokumentum. Köves Gáborné fideszes képviselő arra kereste a választ, ki az a Sárközi Ferenc, aki több a megyei képviselők ténykedését bíráló cikket jegyez a 60-iak pénzén fenntartott médiában. A polgármester nem mondta meg. Ki ez a Sárközi Ferenc? Mert nagyjából azért ismerem, hogy kik dolgoznak a médiában, hogy most egy újabb név jelent meg, hogy valójában ki létezik-e. Köszönöm. A kérdését illetően pedig a Média Kft. Ügyvezetőjét kell megkérdezni. Pedig a Sárközi Ferenc által jegyzett cikkekben Horváth Rihárd polgármester is megszólal, így ha jó a memóriája, minden bizonnyal emlékszik arra, kinek a kérdéseire válaszolt.